Harmadik órában vagyunk az isteni gyógyulásban, a teljes megváltás, a harmadik rész címe. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is, mint örökké ugyanaz. Jézus Istennek az élő igéje. Mi megkaptuk Isten írott igéjét, hogy kijelentést kapjunk arról, hogy mit is tartalmaz. Ha megnézzük újra az Ézaiás 53:4-es igeverstől 10-es igeversig, és majd megnézzük a Róma 10-től 13-ig, akkor kérlek, hogy mondjátok velem együtt ezt a két igeverset. Tehát nézzük előbb az Ézaiás 53:4-től 10-ig igeverset. Pedig betett hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verhettetik és kínoztatik Istentől. És a megsebesített bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Ez az első rész volt, és akkor Róma 10:8-13-ig. De mit mond, közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéd, amit mi hirdetünk. Mert a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. És az előbb csak a 5-ös igeversig mondtam, és a 10-esig kell az Ézaiás 53:4-től 10-ig. Mostól mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, mindenki maga útjára térvén, de az Úr mindnyájunk vétkét őrá veté. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból is az ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűne miatt verettetett meg. S a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halálok után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság nem találtatott a szájában. Az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze, hogyha ön lelkét a bűnért áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata végbe megy az ő keze által. Tehát itt látjuk, hogy az Ézaiás 53:4-5-ben, ugye Jézus viselte a betegségeinket, viselte a fájdalmainkat, itt hallásból hallás Isten igé által van, és a Róma levél 10. fejezet 8-13-os igevers pedig a Isten üdvösségre való hívásáról beszélünk. Hisz aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, üdvözül. Az üdvösség mindenkinek van. Ha hiszed a szívedbe és a száddal vallást teszel, megtartatol. A megtartatás azt jelenti, hogy üdvözülsz. Amikor a Szent Szellem kiárat az emberekre, akkor tudjuk, és megírták a Bibliát, az Új Szövetséget görög nyelven írták meg. Ebből a görög Új Szövetségből fordították le az Új Szövetséget minden más nyelvre. Ha megnézzük az eredeti szövegeket, tanulhatunk valamit. A szózó az megtartatik, vagyis üdvösség a görögben szózó, üdvözülni, megszabadulni és meggyógyulni, megtartani vagy teljessé lenni. Minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Ez a szó mindezeket a jelentéseket magába foglalja. Az Efézusi levél 2. fejezet 8-as igéverse azt mondja, mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és az nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Újra ezzel a szóval találkozunk, hogy szózó. Ez a szózó a római levélben és az Efézusi levélben is a bűn alól való felszabadulást jelenti. Isten megváltott minket a bűntől, a betegségtől, a haláltól. Isten ikvette az Új Szövetség íróit, hogy használják azokat a kifejezéseket, amiket használtak. Semmi nem véletlen. Isten mondatta velük azokat a szavakat, dolgokat, mert célja volt vele. Isten direkt módon használ kifejezéseket, és hogy elkezdjük olvasni azt, amit Isten ikvetett, elkezdjük megismerni Isten elképzelését az üdvösségről. A Lukács evangélium 7. fejezet 48-tól 50-es igeversét fogjuk megnézni. Egy bűnös asszony Jézushoz jött, és a lábait megkente, drága kenettel. Olajat kent a lábára, és hajával törölte meg. És mondta annak, megbocsájtottak a te bűneid. És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsássa. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel.
A 747-re szeretném külön felhívni a figyelmeteket, ugye, ez azt mondja, néki Sógvi ne bocsájtatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsájtaték meg, kevésbé szeret. Vagyis asszony, megbocsájtottak a te bűneid, a te hited megtartott téged. Jézus itt a szó-szó kifejezést használja, és amikor azt mondja, hogy a hitem megtartotta őt, akkor a bűnbocsánatra gondolt ezzel. Az üdvösség a bűnbocsánatról szól. Ha megnézzük a Lukács evangélium 8. fejezet 43-tól 48-asig versét, itt a vérfolyásos asszonyról van szó, aki 12 éve vérfolyásba szenvedett, és egy asszony, aki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki nem tudta meggyógyítani. Hátulról hozzájárulván illeti az ő ruhájának peremét, és azonnal eláll a vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illetett? És mikor mindnyájan tagadták, mondta Péter, és akik ővele voltak, Mester, a sokasság nyom és szorongat téged, és azt kérdezett, ki az, aki engem illette? Jézus pedig mondta, illet engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származék ki belőle. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve és előtte keresvén, megjelenteti néki az egész sokasság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondta néki, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, eredjél békességgel. Isten újra ezt a szót használja, vérfolyás asszonynak, te hited megtartott téged, ez a szózó, és a hited éppé tett téged. Mit gondolsz, melyik szó van itt használva? Hát a görög szózó. Jézus ugyanazt mondta ennek az asszonynak, megöntözte a lábát a könnyeivel. Az egyik a bűnbocsánatra utal, a másik a testi és a fizikai gyógyulásra. Tehát miért használta Isten ezt a kifejezést mind a kettő leírására? Mert Isten elméjében a gyógyulás az üdvösségnek a része. A gyógyulás az, amit az üdvösség által a test megkaphat. Előbb üdvözülnünk kell, és ugye az üdvösség által jár az örök élet, jár a gyógyulás és a bővölködés. A bűnbocsánat pedig az, ami a szellem, tehát szellemünkben történik. Tehát 49-es versben, amikor Jairosnak a lánya meghalt, ugye, azt mondja a többség, hogy meghalt a lányod, már ne fárazd a mestert. De és azt mondja, ne félj csak így, és megtartatik. Mi gondolsz, melyik szó van itt a szózó? A lányka, amikor feltámad. Isten mit gondol az üdvösségről? Itt már megérthetjük, Isten egy szót használ az összes leírására. Amikor a Lukács evangélium 8. fejezet 35-36-os versben az ördöngös megszabadul, ugyancsak a szózó, 36-os vers mondja, tehát a szabadulását, Istennek az üdvösségről való elképzelése magába foglalja a gonosz szellemektől való megszabadulást, és a bűnbocsánatot is, a betegségtől való gyógyulást, a gonosz szellemektől való szabadulást. Ez az üdvösség, amit Jézus Krisztus hozott el nekünk. Tehát akkor nézzük a Lukács evangélium 8:35-36. Kimennének azért megnézni, mi történt, és mennének Jézushoz, és ülve találnák az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve, és eszénél a Jézus lábainál, és megfélemlének. Elbeszélik pedig nekik, azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngös. És kéri őt a gadarénusok közül való tartományuk egész sokasága, hogy közülük menjen el, mert felette igen, félnek vala. Ő pedig beülvén a hajóba visszatére. Kéri pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ővel lehessen, de Jézus elbocsájta őt mondván. Térj vissza a házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elménne azért hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ővele. Nézzük a gyógyulást a leprából, Lukács evangélium 17. fejezet 11-től 19-ig. 10 leprás meggyógyítása. S ön, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Szamáriának és Galileának közepette méne által. És mikor egy faluba beméne, jöve elébe 10 bérpoklós férfi, kik távol megállának. És felemelik szavukat mondván, Jézus, Mester,
könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondanék, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy míg oda mennének, megtisztulának. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatérve dicsőítvén az Isten nagy szóba. És arccal leborul az ő lábainál, hálákat adván neki, és az Szamária beli volt. Velevén pedig Jézus mondta, vagy nem tizen tisztulának éme? A kilenc pedig hol van? Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen, és mondanéki, kelj föl, és menj el, a te hited megtartott téged. A hited megtartott téged. Tehát szózó, a testük leprás volt, az Ószövetségben nem léphettek be a társadalomba, mert tisztátalanok voltak, ugye? A húsuk ezeknek újra normális lett, mert ilyenkor lerohadt szinte a hús a testről. Képesek voltak újra emberi életet élni, újra meglelhették gyermekeiket. Isten ezt hívja az üdvösségnek. Isten akarata az üdvösségre magába foglalja a betegségből való szabadulást, gyógyulást. Ha megnézzük a továbbiakban, a Lukács evangélium 18. fejezetben a jerikói vak meggyógyítását, az a 18.41-től 43-asig versig. Ez olyan kedves történet, hogy inkább az elejétől olvasom, és ez pedig a 35-esig vers, a jerikói vak meggyógyítása. Lönt pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ül vala az út mellett koldulván, és mikor hallott mellette elmenő sokasságot, tudakozódik, mi dolog ez? Megmondanák pedig néki, hogy a Názáretbeli Jézus megy el arra. És kiállta mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig előmentek, dorgálák őt, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiállta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Jézus megállván parancsolja, hogy vigyék azt hozzá, és mikor közelért, megkérte őt, mondván, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondta néki, láss, a te hited megtartott téged. És azonnal megjöve annak szeme világa, és követi őt, dicsőítvén az Istent, az egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget ad az Istennek. Tehát a vak szemei megnyíltak, és Jézus ezt üdvösségnek hívja, megtartásnak. A megváltás része a gyógyulás. Az üdvösségbe beletartozik a gyógyulás. Igaz ez ma is. Istené a dicsőség, amikor az emberek meggyógyulnak. Ha megnéznénk a Márk evangélium 6. fejezet 54-től 56-os igeverset, mit gondolsz, milyen szót használ itt Isten, hogy leírja ezeknek az embereknek a gyógyulását? Nézzük. De miért kiszálltak a hajóból, azonnal megismerék őt, és azt az egész környéket befutván kezdik a betegeket a nyoszoljájukon ide-oda hordani, amelyre hallják valahogy, hogy ott van. És ahova bemegy vala a falvakba, vagy városokba, vagy majorokba, a betegeket leterék a piacokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája a szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, meggyógyulának. Tehát itt is a szózó. A Jakab 5.14.15 azt mondja, betegé valaki köztetek. És hát a hitbe való imádság megtartja a beteget, és felsegíti őt. A hit imája megtartást hoz. Szózó üdvösséget ad az embernek, az emberi testnek. A hit bűnbocsánatot tud adni az embereknek. Újra előjön a hit, a hit, a hit. Az emberek a hitük által gyógyultak meg. Jézus azt mondta a vaknak, a vérfolyás asszonynak, a hited megtartott téged, a bűnös asszonynak. A Biblia azt mondja, hogy hit által üdvözülünk. Isten kegyelméből odaadja az üdvösséget. És a hit keze pedig ezt megragadja, amit Isten felajánl az ő kegyelméből. Isten minden áldása kegyelemből van, tehát nem kell érte semmit tenni, egy dolgunk van, hogy higgyük, tehát nem cselekedetekből. Ezért hirdessük az üdvösség, a gyógyulás evangéliumát. Jézus hordozta el a bűneinket és betegségeinket. Tehát ez a szó-szó, ez takarja a bűnbocsánatot, a gyógyulást, szabadulást a sátántól, a démonjaitól, a megtartást, az épséget Istenbe. Tehát a hit valójában bemenetelt nyújt Isten hatalmas kegyelmébe.
Ha megnézed az apostolok cselekedetei 4. fejezet 9-12, volt egy béna, aki sohasem járt. Mégis felkelt és járt. Jézus neve adott neki gyógyulást. Pétert és Jánosnak megtiltották, hogy beszélnek Jézusról. És nézzük, hogy a 4.12-ben melyik a szó. Senki másban nincs üdvösség, csak Jézus nevében. Ez a szó. Gyógyulás van Jézus nevében. Nézzük ezt az igeverset pontosan. Apcsel 4.9-12. Ha a mai napon, ottétemény felől hallgatantunk ki, mi által gyógyult meg ez? Legyen tudtotokra minnyájatoknak és az Izrael egész népének, hogy a Názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott halottaiból, ő általa áll, ez ti előttetek épségben. Ha megnézzük a Róma 1.16-ot, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Az 1. Korintuszi levél 1. fejezet 21, mert mindenekután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik hisznek. A legtöbb embernek nem hirdetik az igét, vagy meg sem hallják, vagy nem engedi. Az evangélium Isten ereje az üdvösségre, tehát a gyógyulásra és a bűnbocsánatra. A bűnbocsánat, gyógyulás, a sátántól való megszabadulás és megtartás épségre és egészségre. Ezért mi nem szégyeljük az evangéliumot, nem szégyeljük Krisztus evangéliumát. A Lisztrában csoda történt, amikor ugye felállt a beteg, Apcsel 14. fejezet, 9-10-es igeverse. Nem hihetsz abban, amit nem hallottál hirdetni. Valójában az ige hirdetés bolondsága által hitünk megtart. A hit bemenetelt nyújt Isten kegyelmébe. Hogyan jön a hit? A hit hallásból, a hallás Isten igéje által. Ezért imádkozom, hogy Isten nyissa meg az értelmetek szemeit, hogy felfogjátok valójában ezt az igazságot, és élvezzétek azokat az áldásokat, amelyet Jézus vásárolt meg néktek. És mindannyiunknak kell a megváltásba. Miért történnek meg a csodák? Mert prédikáljuk, mert tanítjuk, és az emberek hisznek, és a hit képes megtartani téged. Összefoglalva valójában a görög szó jelentése megváltott, meggyógyult, megszabadult, megtartott, és ez mind. Tehát végül is ez volt a lényege ennek a tanításnak, és ha megnézzük, hogy a vak Bartimeusz történetében mire alapozva kiáltott Bartimeusz gyógyulásért, hát Isten kegyelmére, mert kegyelemből gyógyulunk meg, kegyelemből tartatunk meg hit által, és az üdvösségben benne van a gyógyulás. A kegyelem azt jelenti, mert kegyelemből tartatunk meg, hogy azért nem kell semmit tennünk, csak egyedül hinnünk. Tehát a vak Bartimeusz az kegyelemért kiáltott valójában. Tehát fontos az is, hogy hitt a gyógyulásba, fontos az is, hogy tudta, hogy Jézus meg akarja gyógyítani, fontos az is, hogy a kereszt engesztelő művében benne van a gyógyulás. De a lényeg az, hogy erre alapozott, mert mi kegyelemből meg tudunk tartatni, kegyelemből meg tudunk gyógyulni, és Isten kegyelmére számítva kegyelmet és életet tudunk nyerni. Dicsőség Istennek! Vége ezzel a harmadik órának.